szeretettel a második részén ennek a filmnek, hogy az első részét a múlt héten már hallottad a nyaralás után, és akkor most folytatom, hisz még további érdekességek és különbségek vannak, amelyekről érdemes beszélni. Mindjárt mutatok egy képet a sorban állásról. Érdemes megnézni, hogy ezen a képen az emberek hogyan állnak sorba, hogyan várnak a buszra. Ugye látható nyilván, hogy kettő sor alakult ki, két különböző buszhoz, illetve, hogy még középen arra is figyelnek, hogy helyet adjanak, akik ugye azért a járdát használni akarják és el akarnak menni. Tehát, hogy ez Magyarországon működik-e vagy sem, ezt én nem tudom, nem is akarom megítélni. Angliában így működik, érdemes megfigyelni, hogy van-e különbség a két ország között. Hát nem is tudom, hogy hogyan mondjam, igazán sokat nem akarok politikával foglalkozni, de nem tudok elmenni mellette. Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan szomorú dolog, amikor egy országban a színházakba már bekerül a politika, amikor a színházakba alkotmányunkat tépik szét vezető emberek, illetve lebuzizzák aztán a televízióban egymást. Tehát én azt gondolom, hogy annyira kritikán aluli viselkedések ezek, és majd ezt halván bizonyos politikai pártok vagy szélsőséges csoportok az utcára vonulnak és tiltakoznak, tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, rendkívül szomorú, hogy ez a magyar kultúrában ez itt tart a politikának a helyzete, illetve hogy a politika ennyire beszöri magát mindenhova, és már tényleg tapasztaltam a két hét alatt, hogy igazán családon belül sem szabad politikáról beszélni, mert olyan szélsőséges indulatok szabadulnak el, hogy az emberek hajlamosak egymásnak esni. Tehát nem tudom, hogy ez, ez jó -e így, rád bízom ennek is az eldöntését, csak annyit mondok, hogy Angliában ez hogyan működik. Igazán itt politikáról akkor hallasz, hogyha ha valóban egy politikai műsorról van szó, és hát ugye ezt már mondtam korábban, hogy hát a pártoknak a vezetői, vagy a minisztere elnök az, aki leginkább ezekben a dolgokban megnyilatkozik. Egyéb műsorokban, tehát én Magyarországon nem tudtam hallgatni úgy egy TV rádió műsort, hogy a végén ne odajukat volna ki bárki, hogy a szemét politika, a szemét baloldal, a szemét jobboldal, és így tovább, és így tovább, és a kommunisták, és a nem kommunisták. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez valahol azért nem túl európai. Gyakorlatilag Angliában, ha belekerül, nagyon-nagyon kevés esetben, említésre kerül egy műsorban politika, ami nem politikai jellegű, akkor maximum annyit mondanak róla, hogy a kormány, de semmiféleképpen nem minősítik, semmiféleképpen nem mondják, hogy milyen oldalról, hogyan segítik, nem segítik ezt a dolgot. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási könnyebbségünk, hogy az ember úgy néz televíziót vagy hallgat rádió műsort, hogy nem a politikáról fog szólni, teljesen legyen egy színházi előadás, beszámoló, bármi. Tehát egyszerűen döbbenet, hogy milyen irányban haladnak a dolgok. Volt olyan, aki a szabadságom alatt kérdezte, hogy mi újság az Aston Martinos videóval, és hát, hogy az oktatásosan, hogy ezeket megígértem. Természetesen én, amit megígérek, tartom is a szavamat. Megvannak már az anyagok, csak egyszerűen olyan mennyiségű információ van, amit szeretnék veled megosztani, hogy ezeket valahogy mérlegelnem kell, hogy melyiket mikor adom le először. Tehát nyugalom megvan az Aston Martinos is, meg az oktatásos is, tehát hamarosan azok is le lesznek vetítve, és föl lesznek téve pénteken, de nem mondom meg, hogy melyik pénteken, ez maradjon az én titkom. Még annyit a, a pályázásokkal és az egyéb ilyen dolgok ügyintézésével, amíg kiértnek az emberek, ezt azoknak mondom, akik tervezik az Angliába való utazást, és ugye már munkahelyre akarnak pályázni, hogy semmiféleképpen ne várjanak addig, vagy illetve semmiképpen ne várjál addig, hogyha te Angliában akarsz munkát keresni, ami kiérsz. Hisz azért egy pályázati folyamatnak igen hosszú menete van, hetek, hónapok is eltelnek, és hogyha te arra vársz, hogy majd ha kiérsz, akkor elküldöd a pályázatodat, akkor időt veszítesz. Tehát gyakorlatilag az az idő, amíg kiválasztják a pályázatodat, amíg megnézik az anyagokat, azt te nyugodtan már elküldheted Magyarországról, és az az idő, tulajdonképpen úgyis holt idő, addig Magyarországon üldögész, míg hogyha mondjuk Angliában vagy, akkor már ugye szeretné minél előbb munkát találni. Tehát nem kellett megijedni, el kell kezdeni pályázgatni már Magyarországról, jó, hogyha az embernek van egy angol telefonszáma, ezt ebben tudok segíteni, de nem olyan nagy gát, hogyha ez nincsen, tehát nyugodtan kezdjél el, illetve az ismerőségnek szóljál, hogy ha ki akar jönni, pályázom még mielőtt elindul, hogy ne az legyen ki elkezd pályázgatni és vár. Tehát ezt a várakozást ezt már el lehet kezdeni Magyarországon is. Fontos önéletrajznak a kérdése. Ugye erről beszéltem már külön filmemben, de hogy az önéletrajzhoz nem kell adnunk képet, és születési dátumot sem kell írni. Tehát ez egy érdekes dolog. Ha te úgy gondolod, hogy ezeket az adatokat megadod, az már a teljesen te szabadságod, de ők ezeket nem kérhetik. Tehát erre érdemes odafigyelni. Illetve egy nagyon nagy dolog, amit én azt gondolom, hogy nem is nagyon figyelnek rá az emberek, mert ugye úgy gondolkodunk, hogy ami nekünk természetes, az másnak is természetes, hogy például azt gondoljuk sokan, hogy a mi nevünk ugye Angliában, vagy a világon bárhol jelent van, és rögtön tudják, hogy férfiak vagy nők vagyunk, most elküldjük sok esetben az önéletrajzunkat, pályázatunkat, valahol ráírjuk a nevünket, és hát az sajnos nem derül ki belőle se, hogy, hogy férfiak vagy nők vagyunk. Tehát a nevünk az nem árul el semmit, mert hát ezeknek az embereknek itt ebben az országban a mi nevünk az gyakorlatilag egy mozaik szó, semmi jelentése, semmi tartalma nincsen. Úgyhogy arra szeretnélek figyelmeztetni, hogy ezt érdemes megosztani másokkal is, hogyha küldözgeti az önéletrajzat pályázatát, akkor vagy írja bele, hogy female, male, vagy pedig, hogyha ezt így nem akarja kírni, akkor érdemes oda tenni egy Mr. vagy egy Miss, vagy egy Missis előjelt, amiből ugye kiderül, hogy, hogy legalább tudják, hogy férfi vagy nőről beszélünk. Ha ez nincsen rajta, akkor valószínű, hogy a telefon sem nagyon fogják fölvenni, hogy azt mondják, hogy hát megismerkedjünk, mert hát ebből ki kellene deríteni, hogy tulajdonképpen kivel is fogunk találkozni, és hát ők nem azért vannak ott, hogy majd ezután nyomozzanak. Ha úgy gondolod, egyébként abból bajod nem lesz, hogy, hogy szeretnél egy, egy fotót mellékelni, akkor ezeket nyugodtan megteheted, vagy részletesebben írni magadról, de hangsúlyozom, nem szükséges. Na, iszok egy kortyot a kávémból. A kávéval kapcsolatban jut eszembe, ez is egy különbség, hogy ugye Magyarországon a cappuccino az egy ilyen lágy kávés teljes itala alakul át, míg Angliában a cappuccino, az is hasonlóképpen teljes kávéhabos ital, az érdekesége és az óriási különbsége, hogy itt nem lágy, hanem az itteni kapucsinokban dupla kávé van. Tehát ne lepődjünk meg, hogyha az itteni kapucsinok sokkal erősebb, abban dupla kávé van, tehát ez is egy olyan különbség, amit, amit sose tudtunk volna meg, hogyha ugye nem vagyunk itt. Ugye beszéltem már korábban egy filmemben, hogy itt nincsen hálapénz az orvosoknak, és egyéb ilyen jellegű, hát zsebbe csúsztatott ajándék, boríték. De nagyon érdekes, ugye én nyárok sokat fordítani kórházakba, és a minap is voltam egy olyan gyermek szívsebészeti műtéten, hogy, hogy ez olyan hihetetlen, és három nap múlva, amikor az anyukának és apukának fordítottam az orvossal együtt, és a kislánynak még nyitott volt a melkasa, és ott beszélgettünk fölötte, mármint az orvos és a, a szülők, az orvos az, az itt öltönyben dolgozik, és hát az a fajta felszabadult beszélgetés, ami a két fél között megtörtént, az valami hihetetlen, hogy ugye, és ezt én tapasztalom már mióta itt vagyok kin, hogy nincs a szülőkben az az érzés, hogy hát akkor most mennyi pénzt adjunk az orvosnak, mert hogyha ha keveset adunk, akkor nem fog ellátni, hogyha pedig nagyon sokat adunk, akkor lehet, hogy a hónap végére már nem fogunk tudni enni valót venni, tehát ez a fajta nyomás, ez nincsen, a, a, ugye a felek között, és ez hihetetlenül szépé teszi ezt az egész történetet. Tehát mindenkinek megvan a megfelelő baja és probléma egy-egy ilyen helyzetben, nem még azzal foglalkozni, hogy most mennyi pénzt tömjenek az orvosnak a zsebébe, és hát mindenki érzi azt, hogy az orvos ettől függetlenül maximálisan ellátja a feladatát, és csak arra koncentrál, hogy hát a, betegnek ez esetben, hogy a gyermeknek mindent megtegyen, és mindent a részükre bocsásson, ami a felépüléshez szükséges. Tehát, hogy el fog-e jutni Magyarország valaha ide, hát ezt nem tudom, de, de nagyon szeretném és nagyon kívánom. Magyarországon történő tartózkodásom alatt nagyon sokan kérdeztek a, a melegeknek a helyzetéről, úgyhogy én azt gondoltam, hogy erről fog készíteni egy önálló kis filmet hamarosan, ami minden bizonyal óriási nagy pihart és indulatokat fog kavarni mindkét oldalról, mint ahogy annak idén a cigányokról készített filmem is, De én állok elébe, úgy, hogy úgyhogy örömmel fogom készíteni és tájékoztatni a magyarokat arról, hogy itt hogyan ítélik meg, illetve hogyan élnek a melegek. Ugye van, aki azt mondja, hogy hát miért biztatom én a magyarokat arra, hogy elhagyják az országot? Hát én nem biztatok senkit arra, csak ugye, hát azért, ha valahol könnyebb a megélhetés, vagy biztosabb, én azt gondolom, hogy az, az felelőtlenség, hogyha valaki nem a mellett dönt. Nyilván vannak érzelmi dolgok is, de ha visszagondolok édesanyám, annak idején, amikor férhez ment, az 1960-as évekről beszélünk, akkor még Magyarországon gyakorlatilag nem volt igazán telefonhálózat, tehát ő csak Vas megyéből költött Pest megyébe, és hát telefonon nem tud beszélni a szüleivel. Ma már innen Angliából annyit beszélek velük ingyen, amennyit akarok, tehát én azt gondolom, hogy maga a távolság az már nem probléma. Még mindig találkozni, és hát nyilván ez nem is fog megváltozni ezzel az óriási nagy magyar kodásunkkal, és amikor valaki megérkezik, és, és, már úgy megy egy boltba, hogy na, a csávó nekem ezt intézzel, meg azt intézzel, meg mi az, hogy nem intézi, mert ő az, ez az ő dolga, meg hogy én már tíz napja Angliában vagyok, és már mindent tudok, tehát valahol én azt gondolom, hogy az ilyen fajta megnyilatkozások engem mindig óriási nagy döbbenettel szoktak érni. És hát ugye, hogyha valaki azzal az attitűddel érkezik, hogy azt mondja, hogy hát, ó, hát, én nem akarok bevándorlói munkán, mert az nekem tulajdonképpen degradál, akkor én erre azt mondom, hogy akkor gyorsan húzom vissza Magyarországra, mert teljesen mindegy, hogy hol kezdünk el, milyen szinten, akkor is az elején úgyis bevándorlók vagyunk, és mi ez a felsőbb hogy én nem vagyok az, aki bevándorló munkát el fog vállalni, mert én annál sokkal külön vagyok. Egyébként ezek az emberek aztán igazán sok mindent nem értek még el, csak a szájuk nagy, de már ők nem a bevándorlói kategóriába sorolják magukat. Tehát én azt gondolom, hogy ez az óriási nagy arc, és ez az óriási előítélet másokkal szemben és felsőbbrendűségi érzés, ami bizonyos magyarokban benne van, ez, ez valahol katasztrofális, és én ezt nem is tudom elképzelni, hogy lehet-e máshol tapasztalni, de valahol ez, ez nem egészséges. Alapvetően én azt gondolom, egyébként így sokat gondolkodtam, hogy, hogy mi a magyar, mi a baj a magyar társadalommal, és én azt hiszem, hogy az, hogy mindent szeretnének újból felfedezni és a saját nevükhöz kötni. És ez valahol nagyon lelassítja az egész fejlődési folyamatot, hisz ha megnézzük mondjuk Angliát, két hónap előtt Kanadából választották meg a jegybanknak az elnökét, mert azt mondták, hogy ő a, a legokosabb ezen a területen, tehát nem probléma, hogy nem angol. A második világháború után ugye volt egy lengyel minisztere az angol kormánynak. Tehát itt, itt ez nem probléma, itt azt mondják, hogy hát olyan kell, aki ért hozzá, az mindegy, hogy honnan származik, az a lényeg, hogy a tudását hozza, és hát ez működik, és látható az országon, míg Magyarországon ez a majd minden föltánk és minden mi hozzánk fog kötődni, ez, ez valami nagyon-nagyon rossz ö, hozzáállás. nem sok orvossal itt ö, kint, és hát ugye azt mondják, és, ö, és ugye nagyon megdöbbentem, amikor, ö, amikor több helyről hallottam ezt, tehát nem csak orvosi területről, hogy Magyarországon a felső oktatásban gyakorlatilag sok esetben azzal kezdik, és tisztelt a kivételnek, hogy az újoncoknak azt mondják, hogy itt senki ne számítson karrierre, hogy majd bent marad az egyetemen, és professzor, és bármi is lesz belőle, mert itt 30 évre előre megvan az, hogy ki ki után következik. És hát ugye ebből kifolyólag azért nagyon sokan mm, eljöttek például Magyarországról, is olyan orvosok, akiket a magyar professzorurak, nem engedtek tanulni, nem engedték oda olyan dolgokhoz, amikben esetlegesen ügyesebbek voltak, mert féltették a tudásukat, és azáltal hogy nem ők lesznek a nagyon nagy szakértők ennek a területnek, nem fognak olyan mértékben ugye zseppénzhez sem jutni, és hát akkor ezek a magyar nagyon ügyes orvosok egyébként kijönnek Angliába például, akikkel én beszélgettem, és hát meglátják az itteniek, hogy mit, mit értenek, mihez értenek ezek az orvosok, milyen kézügyességük van, és azt mondják, hogy mi mindent megadunk neked, csak, csak csináld itt és gyere, mert, mert nekünk kell a tudásod. Tehát ez egy olyan óriási hozzáállásbeli különbség, én azt gondolom, hogy ezt, ezt mindenféleképpen érdemes lenne végig gondolni, és, és sajnos teljesen mindegy, hogy Magyarországon megvolt a rendszerváltás, vagy nem, de még ha mindig itt tartanak bizonyos emberek, az, az egy óriási probléma. Nos, hát elérkeztünk ennek a második résznek a végéhez. Remélhetőleg hallottál érdekes, hasznos információkat. Amit én azt gondolom, hogy fontos, hogy tudják, hogy készül egy újabb filmem, mégpedig a babysittereknek az elhelyezéséről, elhelyezkedéséről, mire kell vigyázni, hogyan működik a dolog, és hát természetesen segítünk babysittereknek is munkát találni. Tehát ebbe is nagy örömmel fogunk nektek segíteni, vagy hát neked, ismerőseidnek, úgyhogy kérlek add tovább ezt az információt is. Illetve készül egy úgynevezett hangos könyv az eddigi filmjeimből, ami tulajdonképpen nem ugyanaz, mint ami karácsonyra lesz kész, hanem a videóim egyszerűen át lesznek alakítva egy MP3-as formában. Így ilyen formában tulajdonképpen le lehet tölteni bárhol, bármikor, nem kell örökké online lenni, és hát lehet hallgatni az anyagaimat. Tehát nem feltétlenül kell YouTube-on nézni, de erről majd, amikor aktuális lesz, mindenféleképpen foglak tájékoztatni. Úgyhogy akkor most elköszönök, találkozunk jövő hétvégén, mint ahogy mondtam, minden pénteken mindig más és más témákban. Addig is minden jót kívánok neked, szép hétvégén, és akkor barátsággal üdvözöllek. Szervusz!